Az apámnak a lapja is alul. Még Tokió pustának is hívták. Hát akkor még nem volt ilyen eső ellen, hanem birgabőrbi volt csinálva, olyan bunda. Csináltatott az ember neki az a gazda, hogy mi fázza. De azt mondta, hogy esik az eső, fordulja ki, szőre legyen kifelé. Na, akkor úgy is volt. Kifordított, amikor bement, azt mondja, most úgy nézél ki, mint egy kis Tokió, mint egy tavalyi bára. Most aztán arról lett a csúfnál, mint Tokió. Hát a galizsás harnyegyek, azok a Tokió, az mint Tokió. Még Ausztráliában is van belőlük már. Azok is birkásak? Ott is? Nem birkások, ott már bánya, az lett egy része. Őrzettem bivajt is. 3-4 százat kisgyerekkoromban. Nagybátyám az barmos volt arra fönt, az lovakat vittem fülegeltetni, akkor én mentem. Bújtárakat, a bivaj elzavarta haza. Azt mondja, eljön majd kém, hajtsd őket, mutasd meg nekik, hogy hogy lehet a bivajgat hajtani. Egy olyan hétben mekkora gyerek voltam. 9 éves, zavartam a bivajban, úgy, mint az Isten nyíl a fővágó, mint hajtottam. Azt mondják, hát hogy a Bélát nem bántik? Nem szabad fényezni. Zavarni. Csúnya jószág volt az, azt el se lehet képzelni. Nem akkorák voltak, mint Szerbiában a lent, hogy lát ekkora bivajgat, hanem tizenmárások, úgy 9-10. Már 5-6 éves voltam, akkor virgákat őrzöttem. Ásott kutak voltak, nem is voltak átézi kutak. Ásott kutak voltak, én kisgyerekkoromban nem tudják maguk azt, hogy hogy nézett ki. Ezrek voltak a tehének. Sokan voltunk testvérek, de innyáj be volt állítva, a legkisebb, a legnagyobb is. Már 14 éves koromban kaszáltam az emberekkel gabonát. Füvet kaszáltam. Erét, ami létezett. Én mondom, télen jártam iskolába, nyáron meg a jószágnál voltam. Sok ilyen minden, én tudom abban 41 hámba, 45, 49, 40, akkorában is voltam. 67-en testvérek, apámat becsukták, jószágot elvitték. Mi csukták be? Ha nem bírta beszolgálatni a Gorizsát.
hozé csukták, 6 hónapra. De élni kellett. Akkor is kukoricakinyeret ettünk. Az volt, ahol kellett élni. De akkor is szép fiú volt nagyon. Még nem voltam határon kívül. Én nem kíváncsiskodtam sose, hogy mit szeretnék látni. A börök óta Makedóniában voltam, Lokriditónál, meg a Bisztriszai tóba, azokba fürdettem, arra voltam. Egész voltam az Albán határi Prizrenig. Én sose kívánkoztam, azt mondtam, csak egyszer hazagyűjek abba a hegyekből, soha nem még sehova sem. Én úgy ráugtam arra. Sokfelé dolgoztam. Én voltam kubikus, én, amit el tud képzelni, naftárnál padlóztam, én minden itt voltam. Szivásztú, Becséti, Mukrinik, én minden itt voltam. De legjobb volt itt van. Én soha nem maradtam, én minden éjszaka itt voltam. Akkor is volt jó szállam. Kasszom mellékát, én még mentem. De nem volt üzletes. Halaston dolgoztam. Én minden itt dolgoztam. Olyan haszna nincs semmi jószágnak, mint a birkának. Csak ezt mondjuk le tudni is ki. Megcsinálni, meg azt szeretni is ki. Lehet olajját csinálni, lehet írós olajat csinálni, lehet sajtot csinálni. Mindent. Savóját még megeszi a jószág. Még a savót is ki lehet forralni, még azon is van túrú. Itt volt 300 birka ezelőtt 2 hete. De én mind tudtam, hogy ki egyetlen egy sincs egy húr. Hát nagyon gyengén éri meg. Itt csak a munka milyen, más sem is. Úgyhogy nem sokat ér. Na, ezeket is eladom. Végül vele van, én nem győzök ennyit csinálni. Hát, mind úgy számít, hogy már most a virgás is ráunnak. Ha nem bír vele élni. Én máskor tudom, hogy ha tud, megélt az ember egy csapat birkából. Én elkezdtem dolgozni, amikor megvettem ezt a házat. Kűműves voltam egy évig. Vagy tovább is vele visszajártam. Ketten voltunk, inasok, meg 5 mester. Szakadásig dolgoztam. Mondtam nekik, hogy én jövőre nem dolgozom. Kicsúfoltak. Egy nénémnek az ura volt, meg volt valahány falusi ember, nem már mostan. Úgy lett kettős. Kettős, ha nem él a mesterekből. Ittak mindig. Én nem ittam, akkor csúfoltak. Most lesz egy bára, mondom, kettő. Jövőre megmondom, majd mentek dolgozni, meg fekszik a járásom. Nem úgy. Hát bizony úgy lett. Köszögettem egy 10-11 bárát. Fogtam hozzájuk, fejtem. Rosszul minden piacról hozott 2-3 hol fizetést. Voltam én már bíróságon többet, mint más. Főd ügybe, meg ilyenbe, de drúgba vettél le, mert fődett, meg ilyet azt. Most azért megéltem idáig belül. Tehát ezt tánig gondolom, hogy még kitartok még pár évet. Ha van most is még 30 valám bár, azt nem bírom eladni. 4 dinárig érik így. És hogy adja az ember ott 4 dinár? Ez nem pénz. Én már úgy vagyok valahogy. Ennél ki meg vagyok ma most. Annyit ültetök, vetek, amennyi nekem kell. Majd lesz valami. 1-2 disznó, 1-2 tehén, erre olasz, majd megélik. 80 márkái vágnak egy holdgabonát. Rog nagyon kevés lett. Zab nagyon kevés lett. Volt zabai mostan levágtak, tennap előtt vágattam. Hát az idő nem olyan jó lett rájuk. Egy holdon nem lett.
16-7 zsák zab. Most 80 márkát meg oda kijönni. Hát kész rá fizetés. Kombájistáknak, azoknak kész haza. 80 márkát, azt ki kell fizetni. Ezt nem lehet. Hát kukoricával, hogy az ember ki így a jószágban megötet ezt valahogy. Hát itt a hiába váljuk le, nem bírjuk eladni. Nem veszi meg senki se. Nincsen, hogy mink levágjuk. Hát azt másfél dinárért vették meg a gyapjút. Most adtam el valamit, mert itt út az autóba. Máskor ennyi birkát megnyirattam, akkor kerestem a fődet, hogy veszem a fődet. Most még nem bírok, most legalább nem futja ki. Most is én még vegyek valamit. Hát csak hogy ne legyen, oda kell venni. Ha csak azt tartunk, amit bedarabolunk, azt megeszik az apró jószágokat. Hogy kell ezt túlélni? Hát majd valahogy próbálkassuk, hogy hogy lesz. Mindenféleképp csinálni kell minden. Egyfajtában nem lehet. Nem bírja az ember. Egyik a másik átspórol. Nem lehet feszelegni, mint máskor elmentem fel a kocsmába. Meghúzottam a neutákat. Most már minden elmúlt. A mai fiataloknak könnyebb? Nagyon jó volt nekik ideáig, hogy mostan majd mi lesz, ezt nem tudom. Mindegy meg addig aludtak, ameddig akartak. Én nem kötöttem fel őket. Én nem zavartam dolgozni sose őket. Majd még tanítja sors. Nincs ezeknek semmi sem. Semmi sem, ezért semmi. Miért? Azért, mert senki nem gondol a járásra sose. Itten csak innek majd be legelőt hajtani, hogy fizetni ki a legelőt, de nincs fővízünk, semezünk, személytelep az összes, tényleg is kigyújt az összes éget. Nem törődnek ebbe pusztálva senki. Hát itt is én kúrattam kint kúrat, hogy legyen nekik víz. Nincsen. Na, mondtam, hogy hogy néz ki, hogy nem törődik senki semmivel. Úgy jó, nagyon, ha lenne gazda.